Nehéz éven van túl Csobot Kevin, aki a magyar u 17 es labdarúgó válogatottal tavasszal a hatodik helyen végzett a horvátországi korosztályos Európa-bajnokságon. A válogatottban is meghatározó szerepet játszó focistával csapata a Portugál Benfica kölcsönszerződésük lejártával két éves profi szerződést kötött. Kevin, köszöntelek itt a stúdióban, és itthon is azért, hiszen gondolom, hogy egy ilyen hosszú szezon után azért, azért jó végre itthon lenni, nem? Igen, örülök vége is, hogy a benfikai kölcsönös szerződés után ö, meghosszabbította két évvel a szerződésemet. Nagyon boldog vagyok, egy nagyon nehéz év áll mögöttem, mind nyelv, mind elvárni a családomtól. Szóval igen, most ez a három hét arról szól, hogy magamat. Most gyorsan letudtál minden pedig azért én bele fogok egy kicsit kérdezni. Szóval ez a hosszú út, amire kimentél, meg egy hosszú szezon, végül szezon közben mentél el. Tehát nem úgy kezdtél ott, hogy már az alapozást is velük kezdted. Milyen volt a beilleszkedés akkor úgy, hogy végül is csak úgy oda csöppentél? Hát igen, nehéz volt viszont, mert azért mégis országot váltottam, és ö, mégis nem, nem az volt a nyelv, mint itthon, és mégis azért ö, a csapatársam is nagyon jól fogadtak engem attól függetlenül, hogy én nem tanultam és nem is tudtam először a portugál nyelvet, és még az angolra is voltak problémáim, de napról napról, hétről hétre, hónapról hónapról nagyon sokat tudtam fejlődni, és ez alapján be is tudtam kerülni a csapatba, és egyre jobban tudtam teljesíteni azért mindenféle korosztályos válogatottakkal te jöttél, mentél, tehát nem szokatlan az, hogy a szüleitől el kell válni, de talán ilyen hosszan ez volt az első eset. Mennyire, mennyire viselt ez meg? Azt mondanak, hogy egy fiatal végre boldog, egy kicsit kiszabadul, nincs ott a szülői felügyelet, de azért, azért gondolom, hogy ők egy biztonságot is jelentenek valahogy. Te hogy érted ezt meg? Hát igazából 14 évesen kerültem el a szüleimtől Fehérvárra, ott egy évet töltöttem, utána a Ferencváros Budapestre, és most igen, ez egy nagyobb ugrás volt, hogy külföldre kellett szerződnem, vagyis Portugáliába. nem viselt meg annyira nagyon, hogy a szüleimtől el kellett válni, mert ugye ez ha, mégis azért két évet azelőtt más városokba, igaz, most nagyobb országot kellett váltani. Igen, de azért az, a az, az, az sűrűbb volt a lehetőség arra, hogy találkozzatok. Igen, de hát. úgy gondolom, a szüleid, szüleid, megoldják azt, hogy azért ide is kimenjenek hozzád. Igen, megoldják, szoktak jönni hozzám, szerintem egy hónapban mindig egyszerűen ki szoktak jönni hozzám persze nagyon boldog hogy kim vannak nálam, de igazából foci most jelenleg, amit szeretnék csinálni, és szerintem kockázat nélkül nincs siker. Ugye az egy egészen más világot kellett megismerni, hiszen azért említetted, hogy voltál a Székesférváron, voltál a Fradinál, kellett új stílusokat, új jegyzőket megszokni, de ez mégiscsak egy ilyen kicsit magyar stílus volt. Most azért egy nagyot váltottál ebben, mit vártak el tőled ott, és mi volt az, amiben, amiben mondjuk különbséget észlettél a hazai viszonyokhoz képest? Kezdjük először az, hogy mit vártak tőled. Hát nyilván azt szeretnék volna tőlem várni, hogy ugyanazt nyújtsam, amit én a a nyújtottam, amikor kimentem, azt az egy az egyen, azt a, azt a tényleg a küzdeni akarást, mint ahogy azt az elszántságot, ahogy én azt az egy hétben tettem, nyilván azt várták tőlem, Ö, és azt kapták rögtön az elején? Az elején nem, az elején első három hónapban egy kicsit nehéz volt az én nekem, mint ahogy mondtam nyelvi problémák mégis azért még beilleszkedni, ezért még nehéz volt, ezért is köszönném meg az edzőmnek, hogy ő azért bizalmat adott és bizott bennem még továbbra is a három hónap után és segített engem, és ezért is tudtam így feljönni. Na és aztán mi volt az, ami mondjuk tényleg ilyen felfogásbeli különbségemben érezted, hogy azért egészen más? Mint, mint itthon volt. Hát igen, az elején úgy is azt hittem a Benficanában, hogy elég lesz az, amit én itthon nyújtom, nyújtottam, ezért is mondhatnám azt, hogy a vagy vagyis Portugáliában az a győzni akarás és a küzdeni akarás, meg az, a nem adom fel dolog. Miért? Ami... tehát gondolom, te itthon is mindig győzni akartál, nem? Hát az ez egy ilyen fiatal fiúban benne van minél több gólt rúgni és, és, és nyerni. Ez nyilvánvaló, igen, de mondhatjuk így is, hogy igen, az a, az a és a győzni akarás, és ha nem adom fel, amit, meg az a, az a profizmus, amit itthon nem, tudnak, nem tudtunk megtenni egy mérkőzésen. Például ez micsoda? Tehát mi az, amiben másképp működtél, mondjuk egy itthoni mérkőzésen, vagy egy kinti mérkőzésen? Hát az az íram, mondhatnám. Az az írom. Mennyire várnak tőled önállóságot? Mennyire várják azt, hogy, 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 döntéseket hozzál? vagy mennyire irányítanak téged ott kint? Hát igazából minden játékos, ugye 26-an vagyunk a keretben, minden játékos, minden edzésen egyenlő, és nulláról indul. Szóval nincs az, hogy az egyik játékos játszott jobban a hétvégi mérkőzésen, a másik rosszabbul. Minden edzésen, ugye négyet edzünk egy héten, és kezden, kedden kezdődnek az edzések. Kedden mindenki nulláról indul, és aki fog a legjobban teljesíteni az edzéseken, az fog bekerülni a keretbe és játszani. Tehát hiába vagy te mondjuk az egyik legtehetségesebb, és te vagy, aki itt a, a gólokat rúgod a csapatnak, akkor is lehet, hogy azt mondják, hogy akkor te most ülsz a kis padon, mert nem úgy teljesítettél, hogy kellett volna. Ez így van, igen. De ez Magyarországon azért nem pont így van. Hát igen, ez nem így történt. Hogyan lehetett ezt, ezt megszokni? Hogy hogyan kellett erre? Mert azért gondolom, ezért ez fizikai állóképességet is igényel. Ugye, ha vissza kell futni mondjuk egy védekezésben, vagy, vagy ha nem lehet megállni egy gól után, azért Ebből kiderült, hogy talán itt ilyen szempontból többet kérnek. Nyilván igen, történt velem ilyen is. Szóval az első két mérkőzésen én például nem kerültem be a keretbe. Szóval tényleg el is gondolkodtam, hogy most mi történik. De is akkor tudtad, hogy mi történik, hogy vajon miért nem vagy bent? Vagy egyszerűen csodálkozva csak. Igen, persze, váltál tudtam, hogy... Persze, tudtam, igen. Szóval ö, itt nem elég egyszer jó edzeni, vagy kétszer jó edzeni, az egész hetet végig kell nyomni és csinálni, mert ha az edzése nem megy, nem edzesz jól, akkor meccsen úgy hogy nem fog menni. Szóval ez tényleg náluk az edzés, mint szerintem más, mint mármelyik országban. Nagyon fontos az edzés, és, és úgy tudsz teljesíteni a mérkőzésen mennyire kellett itt mondjuk plusz munkát végezned, vagy mennyire kell mondjuk a, fizikai, fizika, ugye ezt hogy ez talán egy kicsit kevesebb volt, mennyire kell neked erre figyelni, mennyire várják el tőled, hogy, hogy ezt te önállóan csináld? A portugáloknál nagyon jelző, hogy nyugodtak, szóval hogy az edz, a játékosokat nem hajszolják nagyon túl, ez is van nekünk négy edzésünk, mert van egy igazából egy kondi, kondi és egy stabilizáció edzésünk, de a sem feszítik túl a játékosokat, szóval még 16-17 éves játékosról szoktak ezt mondani, hogy arról beszélnek, szóval tényleg nem feszítik túl őket, szóval szép fokozatosan szokták csinálni a dolgokat. Mi volt még, ami, ami, amit nem szoktál meg itt Magyarországon? Hát igazából, ami, amit még nem szoktam meg, mégis az a, az akadémiai rendszer, amiben tényleg azért nehezebb most ott ö, még élni jelenleg, mert itt a Ferencvárosban mégis azért iskolába jártam még. a uh -huh. Szóval jelenleg ott még a nyelvet tanulom, és többet vagyok ugye az akadémián, és és az fura volt még, hogy nem jártam most iskolába, bármennyire is, hogy az iskolát sokan hogy a játékosok nem nagyon szeretik. Amikor visszajöttél a válogatott, ugye májusban volt az Európa-bajnokság, amire 11 év után, ha jól emlékszem, akkor jutott ki a csapat, láttak-e rajtad valamit, hogy, hogy igen, ez a Kevin, ez már nem pont ugyanaz, amelyik jött, és te milyen érzésekkel érkeztél, tehát, hogy mennyire voltál magabiztosabb, mint korábban, hogy ez mennyire érett benned, mondjuk, ha lehet ezt így mondani? Ö, mármint úgy, ér, úgy, érkeztem a Benfikához, vagyis a, bocsánat, a, a vállogatóki... úgy érkeztem a válogatóhoz, hogy én a Benfica játékosa vagyok, és hogy nekem példát kell mutatnom, mint szerintem bármelyik ö, olyan csapatásomnak, aki külföldön játszik. Szóval olyan... olyan Tehát ez a... már egyfajta motivációt adott, Igen, hogy mindenki feljön. Igen, és, és olyan szerettem volna hazajönni, hogy mégis kijutottunk egy Európa bajnokságra, és ez nem egy olyan dolog, hogy most csak kijutottunk, hanem meg is szerettük volna mutatni, és én oda szerettem volna tenni magam. És azért sikerült hogy az Edding gólokat is rúgni. Igen. Hogyan fogadtak, amikor hazamentél? Ugye, ha jól tudom, ebben a korosztályban Portugália volt a címvédő, és, és nem jutottak ki. Tehát ez egy egész érdekes helyzet lehetett, hogy te pedig, a két vagy Magyarországról, az most a címvédővel ellentétben, ugye más programon kell, hogy részt vegye. Hát igen, elég szomorúak voltak, mert ők történetük során harmadszor nem tudtak kijutni, kvalifikálni magukat a kontinens tornára, igen, elég bal szerencsésen kiestek, tényleg nagyon szomorúak voltak, de nem állt meg náluk az élet, szóval úgy, csinálták tovább, van még nekik feladatjuk, úgy, hogy a Benficánál, és úgy, hogy lesz még alkalmuk szerintem kijutni, így korosztályosan 2000 születés gyerekek, kijutni az U19-esre, u vagy akár az U21-esre. Na és téged hogyan fogadtak akkor, amikor visszajöttél? Egy gondolom akkor, amikor kiderült a, a továbbjutás, hogy bejutottatok az európa bajnoki mezőnybe, és aztán utána, amikor ott teljesítettetek. Ö, az elején nagyon boldogak voltak mégis azért, mert az én sikeremnek tudtak örülni, ennek én is nagyon örültem, szóval nagyon sokan gratuláltak nekem, nem csak az én csapattársaim, az egész akadémiáról, az egész klubtól vezetők, de az, hogy még egy ilyen szép eredményt ö, elértünk, hogy a hatodik tudtuk zárni, mégis sajnos nem sikerült kijönni a világbajnokságra, de gratuláltak és örültek a sikeremnek. Mi meg annak örülünk, hogy sikerült egy újabb, de most már két éves és profi szerződést kötnöd. Mennyire volt ez benne a pakliban akkor, amikor már, már ugye kezdted magad úgy érezni, hogy igen, megtaláltad a helyed, már a nyelv is kezd működni, volt a válogatott beli sikerek és szép eredmények és azért persze megtanultad azt is, hogy hogyan kell oda tenni magad az egyzésen. Mennyire lehetett ezt érezni, hogy ez meg lesz? Egyáltalán ö, nem éreztem és gondolkodtam, hogy meg lesz ez a szerződésem. Ö, én csak csináltam a dolg, dolgomat, és úgy gondolom, hogy a végén megmondják, hogy mi lesz. Én oda szeretem tenni magam, és kihozni magamból a maximumot. Na, és amikor megtudtad, azt hogyan fogadtad? Hogyan mesélték el, vagy hogyan mondták el neked? Behívtak külön Kevin gyerebe egy beszélgetésre, vagy ezt nem is neked mondják ilyenkor meg, hanem mondjuk a szülőknek? Hát, nyilván egy levélben küldték el, a, a, akitől kölcsön vettek engem a kozár nyilván egy levélben küldték el, de az edzőm is ugye behívott, elmondták nekem az összes. Ö, klubvezető, vagyis inkább a stábtagok, akivel én együtt dolgoztam egy éven keresztül, és nagyon örültem neki, mert mind a, mind a négy, mind az öt igennel támogatta az én szerződtetésemet. Na mi vár akkor most rád? Mikor kell visszamenned? És hova mész vissza? Július 10-én utazom vissza Liszabonba, és 11-től kezdődik ugye a felkészülés, most már a 19-es csapattal, akivel már nem csak 2000, hanem 99-es játékosok is fognak játszani, Ö, az első felkészülési tornánk az július 20-án lesz Afrikába, dél afrikában és abból egy hét után meg Kínába fogunk utazni, és utána nyilvánvaló kezdődik majd lassan a bajnokság is. Mennyire vagy maga biztos ebben, hogy itt most igen, meg tudod állni majd a helyet? Ö, szerintem ez az egy év, ez nagyon megerősített engem mentálisan, hogy sose szabad feladni, még akkor is, ha nem játszol, nem talán két-három mérkőzésig. Szóval én most úgy megyek neki, hogy ez az első három hónap ne úgy sikerüljön, hogy. Ö, mint, a, mint, mint az elsőbe, igen. Hát mi is ezt kívánjuk neked. Köszönöm szépen, hogy itt Én voltam. is köszönöm a lehetőséget.